Továbbra is szép délután kívánok, vendégem pedig Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt társelnöke, akivel most le fogom folytatni életünk első magázós beszélgetését. Jó napot kívánok! Jó napot! Szomorúan hallom, hogy megint nem tudom megszólítani a 12 év alattiakat, mert megint nem hallják a műsort, tehát nem lesz könnyű megnyerni 8 év múlva a választás, de hát se baj. Hát... Én nyugodtan ajánlom nekik is, és az a helyzet, hogy szerintem Spotify-on, meg egyéb felületeken meg fogják hallgatni ők is. Megnyugtató. Köszönöm. Mit szűrt le a Magyar Kétfarkú Kutyapárt a mai Medián kutatásból? Ugye itt az elmúlt hetek méréseivel szemben most már nagyon parlamenti küszöb környékére mérték. Igen, én egy 4%-ot láttam, úgyhogy a végre egy kutatásból egyértelműen kiderült, hogy vagy bejutunk a parlamentbe, vagy nem jutunk be a parlamentbe. Mi ezt a megerősítést vártuk, hogy végre tudjuk, hogy nem tudni, hogy bejutunk-e a parlamentbe. Úgyhogy izgalmas lesz minden esetre a vasárnap nekünk is. Ez izgalmas volt már az elmúlt hetekben is, mert ugyebár az aláírás gyűjtésnek is úgy vágott neki, már mint az ajánlás gyűjtésnek úgy vágott neki a Kétfarkú Kutyapárt, hogy egyáltalán nem lehetett biztos abban, hogy sikerül összeszedni a megfelelő számú ajánlást. Igen, hát igen, öregszem egy pár évet ezek alatt a hetek alatt. Igen, az is izgi volt, és a felénél én abszolút nem voltam benne biztos, hogy sikerült, csak aztán a végén sikerült belehúzni, és akkor sikerült. Hát a választás meg tényleg ez a 50-50, én ezt igazából így látom már egy ideje, hogy vagy bejutunk, vagy nem. Azért 18-ban mi azért jóval többet kaptunk, mint ott még simán olyan mérések is voltak, amik 0% felé mérték a kutyapártot, és azért lett egy majdnem 2%. Úgyhogy remélem, hogy el is mennek szavazni, akik ránk akarnak, és akkor sikerül megugrani az 5%-ot. És abban az esetben melyik lesz az a bizottság, amelyikből egyből visszalép? Hát ott is van ez, aki a vagyonnyilatkozatokat ellenőrzi, szóval mindenkit szeretnék beszélni. Ez egy nagyon fontos bizottság, és akkor hát sikerül azt is elpusztítani. Aki nem tudná, arra utalok, hogy Kovács Gergely képviselő lett a Hegyvidéki Önkormányzatban 2019-ben, és megkapta a... Mi ez a... Összeférhetetlenség és vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottság. Amelynek gyakorlatilag egyetlen egy ülésének volt értelme évente, és kezdeményezte a bizottság megszüntetését. Igen, hát röviden igen, ez valóban egy olyan bizottság, ugye nem tudom, talán mindenki már ismeri a képviselői vagyonnyilatkozatok fantasztikus rendszerét, aminek az a lényege, hogy ne legyen az egésznek semmi értelme, ugye senkit nem büntetnek meg, hogyha valótlanságokat ír be a vagyonnyilatkozatába, és nem ellenőrzi senki, hogy valósak-e az adatok, tehát a NAV, aki például megtehetni, az ezzel nem foglalkozik, és emiatt valóban van ez a szürreális bizottság, amikor leadják a képviselők a vagyonnyilatkozatokat, ezt ugye évente egyszer kell, akkor leadják, és igazából egy szavazás zajlik, illetve kettő, az első az, hogy elfogadjuk a napirendi pontot, ami az lesz, hogy megszavazzuk, hogy leadták a vagyonnyilatkozatokat, majd szavazunk arról, hogy leadták a vagyonnyilatkozatokat, és hát valóban leadták, és akkor megszavazzuk, és akkor így egy ilyen elég szürreális órabér jött ki, mert ez tényleg egy ilyen 3 perc munka egy évben, és akkor ezt sikerült igen megszüntetni, bár a rajtam kívüli 4 képviselőt azt átpakolásztak a jogi bizottság vagy orsa, hogy nekik a fizetésük mi megmaradjon. Milyen olyan egyéb tapasztalat vagy tevékenység van, amelyet hasznosíthat adott esetben a parlamentben is, amelyet a Hegyvidéki Önkormányzatban szedett össze? Mármint tapasztalatot szedett össze, és tevékenység, amelyet folytatott? Hát, ugye mi elég sok időt töltöttük azzal, hogy átnézzük a 12. kerület közbeszerzéseit, és akkor az ember ugye ráébred, hogy igazából egy dolog nincsen ezeken a közbeszerzéseken, az pedig pont az, ami a lényege lenne ezeknek a közbeszerzéseknek, az pedig a verseny. Most ezt nem akarom hosszan, mert nem mindenkinek a világ legérdekesebb témája, de nagyon röviden, hogy például nagyon sok esetben ugye meghívásosak ezek a közbeszerzések, és emiatt rendszeresen ugyanazok a cégek nyerik ezeket a közbeszerzéseket. Ezt egyébként megtámadtuk a közbeszerzési hatóságnál, és átment rajtuk, tehát a hatóság most tovább küldte a közbeszerzési döntőbizottsághoz, ami elsőre nem hajlik nagy dolognak, de igazából az, mert a hatóság ennyit tehet, tehát úgy tűnik a hatóság ezt valóban problémásnak talált, úgyhogy erről majd a választás után lesz valami fajta döntésük. A másik pedig azok a úgynevezett keretközbeszerzések, amikor sok milliárdnyi
feladatot egybe ír ki az önkormányzat, és mivel nem nincsenek szétszedve ezek kisebb melókra, hanem egybe 5 éves, sok milliárdos közbeszerzésekről van szó, így ugye ezeken gyakorlatilag csak a nagy cégek tudnak elindulni, mert emiatt olyan árbevételt és olyan feltételeket várnak, amiket csak nagy cégek, tehát szintén a KKV-kat kb. Ezekből kizárják. Úgyhogy ezt az előbbit, ezt a meghívási közbeszerzési formát, ezt mi megszüntetnénk, ha van rá mód, mert egyszerűen ez a, ha valami, akkor ez a korrupciónak a melegágya. A másikat pedig át lehetne alakítani úgy, hogy később is beléphessenek szereplők, és később is pályázhassanak. Tehát azt arra volt időm, hogy lássam, hogy a közbeszerzések Magyarországon hogyan működnek, és amit talán fontos, hogy így az emberek többsége szerintem úgy van vele, hogy ezeket úgyis ellopják, úgyis a haver nyeri, meg stb. Ennek nem kéne így lennie, tehát tényleg meg lehet változtatni a közbeszerzési törvény több ponton. Mondanék még egy érdekességet. Létezik egy olyan fogalom a közbeszerzéseknél, hogy aránytalanul alacsony ár. Ki lehet zárni azért egy ajánlattevőt, mert úgymond aránytalanul alacsony árat adott meg, viszont az a fogalom, hogy aránytalanul magas ár, olyan nem létezik a közbeszerzési törvényben, tehát az nem gond, hogyha egy önkormányzat mondjuk 4-szeres áron csinál valamit, mint egy másik önkormányzat, tehát ezért tök fontos lenne, hogy valahogy belegyenek lőve azok az árszintek, hogy mennyien lehet mondjuk, nem tudom, 1 méter utat megépíteni, vagy 1 négyzetméter lakás, stb. És ha úgy van kírva a közbeszerzés, hogy látszik, hogy mondjuk 3-szoros áron akarják, akkor mondhassa azt a közbeszerzési hatóság, hogy figyelj, ez így nem jó, ezt írjátok ki, úgyhogy normális áron legyen. Szóval ezek például... Értem, tehát a közbeszerzések rendszeréhez a kétfarkú kutyapárt hozzá nyúlna abban az esetben, ha lesz ráhatása a kormányra, és abban az esetben is, hogyha ellenzékbe kerül, akkor képviselni fog ilyen ügyeket. Viszont mi van azokkal a tapasztalatokkal, amint a lista második helyén szereplő Döme Zsuzsa alpolgármesterként gyűjtött Ferencvárosban az elmúlt több mint 2 évben, abból mi az, amit a parlamentben láthatunk, amennyiben a kétfarkú kutyapárt bejut? Hát amit a Szuzi tapasztalt, hát ott elég sok minden tapasztalt, de az egyik azért az nagyon látszik, hogy politikai döntések születnek szakmai döntések helyett. Tehát több esetben, amikor direkt felkértek tényleg szakértőket adott kulturális témában, hogy szerintük mondjuk ki legyen valahol az igazgató, és ott a pályázatok alapján hoztak valami döntést, utána teljesen szembe ment ezzel a helyi vezető, ugye nem a polgármester dönt, hanem a képviselőt, és hoztak egy tök más döntést, és hát több esetben, hogy mondjam, valamelyik pártnak kedves embert rakták bizonyos pozícióba, ahol mondjuk nem is feltétlenül kell túl sokat dolgozni. De itt ugyebár ellenzéki többségű testületről beszélünk, és ellenzéki pártokról. Igen, ezt sajnos róluk kell mondanom. És hát amit egyébként meg mindenképpen tapasztaltunk, és én akár a saját bőrömön is mondhatom, hogy legalábbis az elején, amikor oda kerültem, az első fél évben gyakorlatilag nem értettem semmit az egészből. És nagyon sok képviselő van a mai napig, aki szerintem nem ért meg egy rendeletet, nem ért meg egy közbeszerzést, nem tud értelmezni egy építési szabályzatot, stb. Ennek pedig egy oka van, hogy nincs semmi fajta kötelező képzés, amikor valaki képviselő lesz, hogy legalább az alapokat. Tehát gyakorlatilag úgy szavazgatnak alkalmasint milliárdos tételekről ezek az emberek, akik önkormányzati képviselők, és vannak az országban nem tudom 20 000-en, hogy nem értenek az adott dologhoz semmit. És persze mondhatjuk naívan, hogy persze hát ez csak a politikus, és majd biztos lesz mögötte egy szakértői csapat, ugye, aki majd megmondja, hogy kell dönteni, de gyakorlatban ez nem így van, nem életszerű, hogy önkormányzati szinten minden pártnak mindenhol legyen ilyesfajta szakértője. Tehát egy ilyen, és egyébként én a parlamentben is, ha jól tudom, tehát azt szerintem, ha már emberekre bízzuk az ország irányítását, vagy a város irányítását, vagy a kerületét, akkor szerintem elég minimális elvárás lenne az, hogy mondjuk értsen meg egy rendeletet, meg ilyesmi. Tehát ezt szerintem ezt így eléggé át kéne vinni minden önkormányzattal, hogy kicsit legalább értsenek hozzá, ha már utána mondjuk megtehetik, hogy úgyse dolgoznak semmit ezek az emberek. Még egyetlen kérdésem van. Én önöket, a párt társelnökeit, aki nyomon követi a politikát, ismerheti. Viszont Terdik Roland, Bürger Zoltán, Sándor Balázs és Kövesdi Miklós van a kétfarkú kutyapárt listáján önök után. Róluk mit kell tudni? Nem kell részletesben mutatom, mert összesen van még 2-2,5 percünk, de hogy körülbelül mire számíthatunk tőlük? Hát Terdik Roland, ő csinálja a kutyapártot velünk együtt igazából 20 éve, őt még Szegedről ismerjük.
És ő is a Ferencvárosi Önkormányzatban dolgozik egyébként már 2,5 éve, tehát neki onnan van ilyen jellegű tapasztalata, egyébként meg a 6.-7. kerületben csinálja a kutyapártos akciókat. A Bürger Zoli, ő is, hát nem tudom, 6-7-8 éve kutyapártozik, ő a Szentendrei csapatban van, és ő az ottani biciklis, milyen neve, biciklis magyar kerékpáros klub, szövetség, nem mindegy, szóval annak a területi képviselője, és hát ő is nagyon sokat segít nekünk már régóta. A Balázs Sándor, Sándor Balázs, ő nagyon fiatal, és az Ajkai csapatunkat csinálja, hát körülbelül 5 éve, és szerintem ezt ők is rengeteg, mert ugye nekünk a tagság szavazott a sorrendről, és nem véletlen, hogy a Balázs Sándor, Sándor Balázs oda tudott kerülni. A következő, Miki, ő pedig a Leányfalui önkormányzatban van, bent, ugye ő szokott Mikulásként elindulni mi a színeinkben, hát ő is már 5-6 éve kutyapártozik, egyébként meg részben egy ilyen stand-upos figura, amit majd bizonyára tud majd kamatoztatni a parlamentben. Hát na azt az egyet, azt hiszem, hogy izgalommal várná mindenki, én egészen biztosan. Köszönöm szépen Kovács Gergelynek, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt társelnökének, hogy rendelkezésünkre állt, és akkor nyilvánvaló húzós lesz az elkövetkezendő 3 nap még. Ez. Köszönöm szépen, és akkor hogy is viszont hallásra. Igen. Úgy, viszont hallásra. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Viszont hallásra.